Ebben a furcsán változó világban, ahol az értékek relativizálódnak és transformálódnak, nem tehetjük meg, hogy nem a legmagasabb színvonalon teljesítünk. Így véli mai vendégünk, aki mesteréhez, Kerényi Imréhez hasonlóan azt vallja, hogy önmagában nem elég a tehetség, mellette rendes embernek is kell lenni. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Ezek a San Giovanni dei eremíti harangjai. Igen. Egy újkori jezsuita templom, de a harangjáték a remek, a legtökéletesebb terc, ami valaha létezett. Bakos Kis Gábor, Jászai Mari díjas színész, rendező, jogász, színigazgató. Nos, itt a szörnyi bosszú, halld új koncertemet. Előbb jogász végzettséget szerzett a Miskolci Egyetemen, majd 2009-ben a Színház és Filmművészeti Egyetemen diplomázott. 2009 és 11 között szabadúszó, 2011-től a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, 2014-től 2021 augusztusáig pedig a Nemzeti Színház Társulatának tagja volt. A színészet mellett rendez is. 2019 februárjától 2020 márciusáig a Váci Duna Kanyar Színház művészeti vezetője volt, emellett a Kaposvári Egyetem Ripőrónai Művészeti Karának tanára. 2020-tól a Zente Ferenc Színház művészeti tanácsadójaként, majd 2021. januárja és júniusa között a Karinti Színház ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. 2021. júniusától a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Megbízatása 2023. június 30-áig tartott. 2023-tól újabb 5 éves megbízást kapott, amely 2028-ig tart. Szívügye a versmondás, a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke, társalapítója, illetve állandó zsűri tagja a Kaleidoszkóp Nemzetközi Versfesztiválnak és a Nemzeti Versenynek. Szánt meg, Uram Teremtő! Szeretettel köszöntöm Bakos Kis Gábort a stúdióban. Azzal a gondolattal kezdtük ezt a műsort, amit tőled vettünk, és a régebbi ismeretség okán tegeződünk, hogy nem elég a legmagasabb színvonalon teljesíteni és tehetségesnek lenni, de rendes embernek is kell lenni. Sokszor felmerül ez a kérdés, hogy vajon elválasztható-e a karakter, a magánélet a színpadtól ilyen értelemben. Mit jelent a számodra a rendes emberség? A rendes emberség, hát az, ahonnan én származom, vagy jövök, az a kis falu, az a közösség, meg azok az intelmek, amiket a szüleimtől kaptam. Azok mik ezek az intelmek? Hogy az embernek azokat az értékeket, amelyeket úgy generációról generációra tovább örökít a család, ezeket tovább kell adni, tovább kell éltetni, hogy kapaszkodni kell a föld szeretetébe. Tényleg nem egy mezőgazdasággal foglalkozó paraszt családból származom, hogy tanulni érdemes is kell, hogy minden embert tisztelni és szeretni kell, és minden embert meg kell próbálni elfogadni. És azok az értékek, amelyeket kap az ember otthon, azokat úgy tovább viszi. A hitet, a vallást. Most két fontos dologba is bele fogok kapaszkodni, kezdjük az elsővel. Minden embert tisztelni és szeretni kell elfogadni. Ezt könnyű mondani. Megvalósítani annál nehezebb. Te hogy állsz ebben a dologban? Igyekszem. Nyilvánvalóan a maximalizmusra törekszik az ember az élete során, akár ebben a kérdésben is. Igyekszek minden embert tisztelni abban, aki ő és amit képvisel, és nyilvánvalóan... Akár módszeresen keresni is, mondjuk egy antipátia ellenére is, hogy mi az, amiben én őt tisztelni és elfogadni tudom? Ez egy természetes folyamat, hiszen nekünk művészeknek ez a dolgunk. Nekünk egy értékrendet kell felállítani az életünk során, egy esztétika mellett kell léteznünk, egy társulatban kell léteznünk, és ezek az előadások, ezek a művészi alkotások előbb-utóbb találkoznak a közönséggel. Mi nem válogathatjuk meg a közönséget, a közönség válogat ki bennünket, művészeket. És akkor itt lépjünk át a második Grádicshoz, ami tulajdonképpen a kiinduló pont volt, hogy a tehetség mellett nem elég a tehetség, amellett kell rendes embernek lenni. Miért nem elválaszthatatlan ez a számodra a művészi léttől? Azt gondolom, hogy minden egyes munkánk, minden egyes alkotási folyamat az rólunk szól és belőlünk merítkezik.
Én nem tudom, hogy milyen volt például Boldog a Porvilmos. Nem tudom, hogy ő hogyan beszélt, mik voltak a gesztusai. Erre vonatkozóan nincsenek. Ez egy legutóbbi bemutatónk címszerepe, amit játszottam. Azt tudom, hogy azokban a helyzetekben, amikben ő volt, én hogyan reagálnék, vagy mik azok a tapasztalások, amelyek abból a bizonyos érzelmi memóriából előkereshetőek belőlünk. És hogyha nem vagyunk rendben, nem vagyunk pszichésen, fizikálisan épek, akkor nagyon nehezen tudunk alkotni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember minden reggel nézzen bele a tükörbe, vagy este hajtsa le a fejét, és mondjuk összeteszi a két kezét, ahogy én ezt szoktam, és egy kicsit úgy beszélgetek a Jóistennel, és tulajdonképpen így pörölünk estéről estére. Annyira sokat beszélgetsz a Jóistennel, hogy sokáig református lelkésznek készültél. Beszéljünk erről is, de megint mondtál valamit, ami engem nagyon foglalkoztat. Az épp lélekről, az épp pszichéről, amivel végig lehet csinálni egy-egy karakterformálási folyamatot, és aztán persze estéről estére megmutatkozni benne. Alakítottál te már ávós tisztet is, és nyilván vannak olyan szerepek, amelyek szétszedik a lelket, és megviselik pszichésen, és akár vezethetnek egy olyan fajta lelki változáshoz, átmeneti összeomláshoz, amit az a szerep tulajdonképp meg is kíván. Na, az nálad hogyan működik, hogy olyankor együtt, egyensúlyba tud magad hozni? Én ezekben a helyzetekben lépésről lépésre igyekszem haladni. Igyekszem ezeknek a figuráknak megérteni a motivációját, hogy mi volt ez a döntési helyzet, ahol ő úgy döntött, ahogy ő elindult egy úton. És amikor például a Nemzeti Színházban a Tóth Ilonka életéről szóló előadást készítettük, és Szent Gáli István ávós főhadnagyot játszhattam, az egy komoly vajudás volt, és egy komoly lelkitusa volt, hogy micsoda borzalmakon ment keresztül Tóth Ilona a kihallgatása során, eme ávós tisztnek a eléggé szörnyűséges tevékenysége következtében. És nekem azt kellett megértenem, hogy mi az a megfelelési kényszer, mik azok a helyzetek, ahonnan ő próbálta ezeket a dolgokat megcsinálni. Hiszen neki is a maga szemszögéből volt egy jól végigrakható út, amit ő végig akart csinálni. Keresed a karakter igazságát? Muszáj megkeresni. Hogyha én nem keresem meg a karakter igazságát, akkor az a színpadon hamis lesz. Akkor az előadás nem tud érvényes lenni, és ahhoz, hogy megmutassunk egy passió történetet, valakinek el kell játszani a Júdás figuráját. És ez egy ugyanilyen, ezt a feladatot én ugyanígy fogtam fel, hogy nekem most meg kell csinálnom az anti hősét ennek a történetnek, és most a saját lelkemmel kell megküzdenem eme figura színpadra álmodása során. Ha már azt mondod, hogy a saját lelkeddel kell megküzdened, meg itt előkerült passió és Júdás, akkor beszéljünk erről a bizonyos istenhitről. Milyen a te istenhited? Vitatkozós, pörölős, olyan, amiben egy folyamatos párbeszédben vagy a Jóistennel, vagy valami más fajta hit ez? Én egy protestáns ember vagyok. Az egész életem az arról szól, hogy valaki mond valamit, és én igyekszem a másik oldalát is megnézni ennek a dolognak. A Jóistennel én folyamatosan beszélgetek, folyamatosan kérdéseket teszek fel, amire igyekszem nyitottsággal megkapni a választ, és meg is szoktam többnyire. Ilyen az én istenhitem, egy ilyen folyamatos, aktívan változó dolog. Az egész életem során én észre sem veszem, de tulajdonképpen a Jóistennek azzal lett a legtöbb célja, hogy én nem lettem református lelkész. Mert nap, mint nap. Ez milyen érdekes. Bizony, tehát sokkal, sokkal több olyan helyzet van, és hogyha így végignézem azokat a figurákat, amiket játszottam, vagy akiket játszottam, akkor tulajdonképpen egyfolytában ökumenizálok az életem során. Tehát Győrbe kerülök, abba a városba, ahonnan a feleségemet kaptam, ott kezdek el szolgálni, mint a színház igazgatója, és látom, hogy van egy hőse, egy boldog Apor Vilmosa Győrnek, és bekopogtatnak hozzám, hogy Gyula és Győr közösen készíthetne egy előadást erről az emberről. És akkor győzködt sokáig a rendező, az előadás író rendezője, Dér András, hogy nekem ezt el kellene játszanom, és hát mi közöm van nekem úgymond egy katolikus püspökhöz, amikor én egy református lelkész vagyok, és akkor rájövök arra, hogy tulajdonképpen, hogyha én ezt a figurát eljátszom, akkor nem csak mint igazgató, hanem színész is meg tudom mutatni, hogy én hogyan gondolkozom az életről, hogyan gondolkozom arról a városról, vagy arról az emberről, Apor Vilmosról.
És így létrejött egy gyönyörűséges előadásunk. Miközben vezérel a hit, és ez jól látható is abból, ahogy beszélsz, a közben van benned valami nagyon racionális is. És vajon ez és az igazságkeresés, ami mondjuk a karakterekben való igazságkeresésre is ugyanúgy ráhúzható, vezetett arra, hogy jogi pályára lépj a színészet előtt? Visszakanyarodnék oda, ahonnan indultunk a beszélgetés elején. Édesapám elmondta, hogy nekünk, a húgomnak és jó magamnak megadatott az a lehetőség, hogy taníttathatnak bennünket a szüleink. És mivel 12 éven keresztül kitűnő tanulóként voltam iskolás, ezért hogy nem lett volna logikus, hogyha nem hallgatom meg ezt az intőszót, hogy mi, a szüleid nehéz munkával keressük a kenyérre valót. Nektek megadatott az, hogy tovább tanuljatok, akkor miért nem mennétek el egy úgymond normális pályára, tehát egy kevésbé, mert ugye a színház egy hogy mondjam, általánosságban véve egy olyan bizonytalan, egy olyan megfoghatatlan út, egy színészi életút, míg egy jogi diploma például, azért az úgy egy szülői fejben úgy csapódik le, hogy talán ezzel egy biztosabb egzisztenciát tud majd a gyermek megteremteni önmagának. De ezt nem élted meg áldozatnak, hogy akkor te egy ilyen nagyon racionális módon választod. Kötöttünk pályára? Egy kompromisszumot. Tehát miközben elmentem jogi egyetemre Miskolcra, közben Nyíregyházán elkezdtem színitanodába járni, elkezdtem énekórára járni, elkezdtem mozgásórákat venni, és ez a párhuzamosan ment az én életemben. Aztán szépen lassan kialakult a jog szeretete, megszerettem ezt a tudományt, de láttam, hogy a színpadon is vannak nekem, hogy mondjam, olyan kis mazsolák, amikkel úgy élni tudok. Rájöttek arra, hogy van egy hangi adottságom, egy énekhangi adottságom, és akkor ezt érdemes kiaknázni. És akkor elkezdtem komolyan énekelni, tanulni. És aztán már butaság lett volna nem befejezni a jogi egyetemet, közben felvételiztem természetesen a színművészetire. Meg még a közgázon is eltöltöttél azért egy évet. Igen, a Corvinuson. Tehát lehetett még fokozni a racionalitás és a művészet párhuzamosságát az életedben. És ha már itt tartunk, akkor elért ugye a főiskola is, ahol van másodszorra sikerült a felvételi, és most egy kicsit innen fogjuk folytatni majd a beszélgetést. Bakos Kis Gábor 2009-ben a Színház és Filmművészeti Egyetemen Kerény Imre és Huszti Péter osztályában diplomázott, ahol egy életre szóló barátság is köttetett közte, és a most következő művész között Kis Domonkos Márk színész rendezővel, a Dériné program ügyvezetőjével folytatjuk. Nem kell túl sokat kutatni az emlékeimben, hogy mikor találkoztam Gáborral először, ugyanis a Színház és Filmművészet Egyetem harmadosztálya volt ez, amikor egy ilyen egyhetes együttérés, és ennek végén egy felvételi vizsga volt. Ott találkoztunk először, és mindkettőnket felvettek, Kerény Imre és Huszti Péter vezette Operett Musical osztályába. Egészen konkrétan emlékszem, hogy amikor harmadévben elkezdtük csinálni az Emberke tragédiája című előadást, vizsgaelőadást, ez Bagó Gizella, közös énekmesterünk, a szervezése és organizálásában jött létre, négy rendezőszakos hallgatónak a rendezésében, külön felosztották a színeket és dolgoztak négyünkkel. A 47-es terem és ennek a bűvköre azért meghatározta a mi barátságunkat is, és ott volt egy olyan pont az egyik este, sőt ez már éjjel, hogy amikor így ténylegesen szövetséget is kötöttünk, előtte is jóban voltunk, meg sokat poénkodtunk, meg jó volt a viszony, meg hát tényleg a 47-es terem azért az egy olyan kohéziós erő ezen az egyetemen, Bagó Gizella professzorasszony személyében, hogy tehát az egy közösséget épít és alakít ki. De mégis az a konkrét szövetségkötésünk azon az éjjel volt, amikor el kellett mennünk az egyik ilyen nagy áruházba jelmezeket, meg kellékeket venni, hajnal 2 volt, megbeszéltük a büféssel, beültünk az autójába, és akkor elvitt minket az áruház, és ott megvásároltuk ezeket az eszközöket, ruhákat, és ott tényleg egy azóta olyan mély és őszinte barátságunk van, ami nagyon kevesekhez fogható.
Itt a Dériné programban is nyilván az első perctől kezdve egészen szoros az együttműködésünk. Rendezőként is járt a társulatunkban. A legutóbbi bemutatónk a Lovagias ügy, aminek ő volt a rendezője, nagyon nagy sikerrel játszott, nagyon szeretik a nézők is és a színészeink is, nagyon jó közös munka volt ez. Illetve hát természetesen Gábor mentorként, szakmai bizottsági tagként segíti a munkánkat, egyre több területen dolgozunk együtt, és én is rendeztem Győrben egy fantasztikus bohózatot, Pénz az égből címmel, úgyhogy dolgozunk. Hollandia, Dánia, Németország, Franciaország, Svédország. A barátság, az emberi vonzalom az nyilván kialakul, az egy természetes folyamat, de az, hogy valakivel együtt is lehessen kollégaként is működni, az megint egy következő grádics. Mi az, amitől te igazán jól tudsz együttműködni valakivel? Milyen tulajdonságok, milyen elvek tudják ezt meghatározni a számodra? Őszinteség, nyíltság, szeretet. Én tényleg így élek és létezek, én nem tudok feszültségben dolgozni. A kreatív, alkotói folyamatnak is tud lenni olyan része, amikor tényleg ott vannak az emberi kapcsolatok, az emberi viszonyok. Ez az, ami engem inspirál, vagy kreatív állapotba tud hozni. Itt is szó esett már az iménti interjú részletben a rendezésről, és amikor te Kerényi osztályában diplomáztál, akkor a vizsgaelőadásnak, ha nem is a diploma, talán egy másik vizsgaelőadás volt, nem tudom pontosan, de ott meg kellett a díszletet is álmodnod. És Kerényi előbb tudta talán, hogy rendezni fogsz, mint te magad. Te akkor nem érezted magadban ezt a vénát? Az, hogy Kerényi Imre az olvasó próbát, tehát a negyedéves vizsgánk a lét elviselhetetlen könnyűségének az olvasó próbáját követően magához hívotta a folyosón, és azt mondta, hogy maga előbb-utóbb rendezni fog, és maga előbb-utóbb színházat fog igazgatni, úgyhogy kérem, tervezze meg ennek az előadásnak a díszletét, mert a díszlet tervezés az tulajdonképpen már a rendezésnek egy ilyen előszobája. Úgyhogy arra kérem, hogy legyen kedves, gondolkodjon el a legjellemzőbb attribútumán a díszletnek, és üljön oda mellém a próbákon, és beszélgessünk, hogy hogyan látja, javasoljon ötleteket, és akkor majd kezdjünk el így együtt dolgozni. Én akkor ettől nagyon megijedtem ettől a dologtól. Van ez a dolog, hogy nem aludtam egész éjszaka, vagy szoktuk ezt mondani, de tényleg ilyen volt, hogy járt az anyam egyfolytában, és másnap reggel próbakezdés előtt odalépett hozzám a Kerényi tanár, és azt mondta, akkor mi lesz az attribútuma a díszletnek. És akkor elmondtam, hogy én hogyan képzelem ezt a díszletet, ezt az előadást, ennek az előadásnak a világát. És elkezdődött valami, amit nyilvánvalóan őt látott, ő tapasztalt. Tehát az, ahogy mi a korábbi években dolgoztunk, én nem tudtam, hogy az, ahogy mondjuk egy jelenetet szervezünk, és engem zavarnak dolgok, és én a lámpákat állítgattam, engem zavart, ha hangosabb volt a zene. Tehát minden olyan pici apróságra igyekeztem figyelni, amikor létrehoztunk egy szituációt, egy jelenetet, ami több annál, mint amit mondjuk színészként nekem kellett volna, vagy abba bele kellett raknom. És ez a dolog akkor ott úgy csírát vetett bennem. És jó pár évvel ezelőtt temettük el Kerényi tanárurat, és egyszer csak tényleg az történt, hogy a Covid alatt az életem a feje tetejére állt, jó értelemben véve. Mert miközben minden lezárt és minden megállt, akkor én a Váci Dunakanyar Színház művészeti vezetőjeként Sargultarjánban egy társulatot kezdtünk el összerakni, majd egyszer csak a Karinti Színház kapcsán szólítottak meg, hogy helyre kellene hozni a dolgokat. És egyre inkább visszajött az életemben az, amit annak idején én nagyon köszönök a szüleimnek, hogy ilyen markánsan képviseltek egy álláspontot, hogy az a tudás, az a tapasztalás, amit én megszereztem a jogi egyetemen, amit én tanultam mondjuk egy éven keresztül a Corvinuson, a közgázon, azok elkezdtek nagyon hasznossá válni az életemben. Ez is lehet, hogy isteni elrendezés volt egyébként. Nem akarom mindig ezt a kapcsolódást hozni, de nekem nagyon fontos ez a transzcendentális kötődés az életemben folyamatosan. Tehát nem akarom azt mondani, hogy én nem akarok prédikálni, mint színházigazgató, mint színész, de nekem nagyon fontos a fölfelé való kapaszkodás folyamatosan. Az is milyen
különös, nem fordulata, de következménye a színházi létezésednek, hogy amikor lediplomáztál, akkor azért egy kis idő múlva a Csokonai Színházba kerültél Debrecenbe, Vinyánszky Attila társulatához, és azt hiszem, hogy talán nem csak a színészi mi voltodat, hanem a rendezői mi voltodat, a későbbi rendezői mi voltodat is meghatározhatta már ez az időszak, nem csak a Nemzeti Színházban eltöltött későbbi évek. Ez egy hosszú vajudás volt, míg én oda szerződtem Debrecenbe. Azt tudtam, hogyha, és folyamatosan van bennem egy tudásszom, egy fejlődési vágy, egy tanulásra való hajlandóság. A Színművészeti Egyetemen ugye Doma is említette, hogy Bagó Gizella lett az énekmesterem, aki egy nagyon fontos személy az én életemben. Tompos Kátya szavaira idézve, ő az én szakmai anyukám. Minden egyes döntésem előtt, minden egyes szituációban megkérdezem a tanárnő véleményét. És ő azt mondta a diplomosztás követően, nekem arra van szükségem, hogy különböző színházakhoz eljussak, és nagy énekes szerepeken keresztül végérvényesen megtanuljak énekelni. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. És közben párhuzamosan hívott Vinyánszky Attila Debrecenbe, és egy évaddal később szerződtem a Csokonai Színházba, ahol egy opera, egy kortárs opera főszerepében mutatkoztam be, miközben megtapasztalhattam egy prózai előadás létrehozása során a Világvége Szerelem című darabban, hogy dalokból és dalszövegekből rakott össze egy előadást. Ott voltunk Nellivel, Zsolttal, a Beregszásziakkal, és én egy olyasfajta színházi környezetbe érkeztem, ismertük egymás korábban Attilával. Ő rendezett egy előadást a Magyar Állami Operaházban, a Katona történetét, amiben én játszottam a katonát, még egyetemistaként, és én akkor nagyon megszerettem az ő színház eszméjét. Azt az esztétikai világot, ahogyan ő látja a színházat. És akkor én ott egy másik úton, azokkal a színészekkel, akikkel ő együtt hozta létre a Beregszászi Színházat, majd ugye Debrecenben kezdett el színházat csinálni, én rájöttem, hogy én ezt a színházat szeretem a legjobban. És akkor ott ragadtam Debrecenben, és tulajdonképpen előről kezdtem a színészi életemet. Tehát a diplomosztás követően 2 évvel volt egy újrakezdés az életemben. És akkor ott indultak el olyan dolgok, olyan folyamatok. Egy újratanulási folyamat is tulajdonképpen? Szemléletváltás? Tehát ahogy például Kerényi tanár úr tanította nekünk a színházat, vagy amit a Huszti tanár úrtól el tudtunk tanulni, az egy teljesen másfajta metodika és esztétika volt. De az a fajta metafizikai színház, amit Vinyánszky Attila képvisel, az egy teljesen új út volt, hogy hogyan lehet a fizikalitásból, hogyan lehet azokból a zenei atmoszférákból, azokból a képekből összerakódó színházi világból inspirálódni, és hogyan lehet másképpen megfogalmazni egy szerepet. És én nagyon sokat tanultam akkor ott. Nagyon-nagyon-nagyon különleges és izgalmas műhely jött ott létre a Csokonai Színházban. Aztán még egyszer újra kellett építened magad, amikor a Nemzetibe kerültél, mert hát az a Nemzeti, és nyilván bár Vinyánszky Attila vezeti a társulatot, és vezette a társulatot, de azért akkor is egy másfajta közeg, és egy másfajta elvárásrendszer. Az milyen élmény volt, hogy megint kezdheted előről? Ezt szoktam meg az életem során, hogy újra kell kezdeni, el kell kezdeni, csinálni kell. Én egy tirpák gyerek vagyok. Nem tudom, hogy vannak-e Tóth felmenőim, de az, amit én onnan hozok Szabolcsból, a Nyírségből, az, hogy nekünk mindig újra kell kezdeni, nekünk el kell kezdeni a dolgot, amit a szüleim csinálnak minden évben, hogy minden évben el kell vetni a magot ahhoz, hogy utána aratni lehessen össze. Az egy újrakezdés volt a Nemzeti Színházban is. Én Debrecenből úgy jöttem el, nagyon szerették volna, hogyha ott maradok. Én voltam János Vitéz, én voltam Ludas Matyi, Holdbeli Csónakos, tehát tényleg a tenyerén hordott a város. De én megint tovább akartam lépni, és ki akartam magam próbálni egy újabb olyan helyzetben, ami nagyon inspirálhatott a számomra. És nyilván nagyon fontos volt az, hogy Vinyánszky Attilának ott ért véget a debreceni igazgatása. Tirpák gyerek vagyok, és sokszor előjön az a fajta kötődés, ami a földhöz fűz, ami a szüleid értékrendjéhez fűz. De mondjuk egy budapesti világban, egy budapesti értékrendben lehet, hogy ez akár idegenül is hathat, furcsán is hathat. Megtaláltad magad ebben a közegben? Könnyen? Keresem magam. Tehát Budapesten élünk, itt dolgozik a feleségem Budapesten, a gyermekeink itt járnak iskolába, óvodába. Értjük ezt a várost, és lakjuk. De
érdekes módon egyre kijebb sodródunk a városból, és most már a város szélén lakunk. Tehát valahol az ember úgy jut visszafelé vidékre. Tehát az, hogy én vidékről indulok egy kicsi faluból, ahol tényleg mindenki ismert mindenkit, és mindenkihez van az embernek egy jó szava, és egy kérdése. Nekem fura volt azt megtapasztalni Budapesten, hogy nehezebb kommunikálni az emberekkel. Ugye sok irányból jövünk, sok felől jövünk, és mindenkiben egy pici tartózkodás van. De aztán előbb-utóbb bármelyik lépcsőházban kialakult a közeg, meg tudták, hogy ki vagyok, vagy tudták, hogy kik vagyunk, és beszélgetünk. És én tehát ezt a fajta beszélgetést, vagy az élet szeretetét én viszem magammal, és mindenütt igyekszem megteremteni. Igen, mert most úgy is tűnik nekem, mint aki nem is akarja hagyni, hogy ne sikerüljön áttörni ezeket a falakat. Én nem fogom ezt tudni hagyni. Tehát ahol azt érzem, hogy én nem tudom áttörni a falat csak azért, vagy nem tudnám megtalálni az emberi hangot valakivel, akkor valamit nagyon rosszul csinálok. Úgyhogy ez bennem van. És ugyanezzel a hittel és szeretettel érkeztem Győrbe, és a legnagyobb örömömre hetek alatt, hónapok alatt így befogadott, és a magáival fogadott a város. Most következik valaki, akivel nagyon megtaláltad a közös hangot. Előbb a Debreceni Csokonai Színházban, majd a fővárosba szerződve a Nemzeti Színház társulatában is szerepelt együtt Bakos Kis Gábor és Olt Tamás. A megannyi közös szerep és rendezés után ráadásul mára mindketten színházi vezetők is, most a Karinti Színház igazgatója következik. Bakos Kis Gabival mi együtt szerződtünk Debrecenben a Csokonai Színházhoz. Múltkor egy ilyen adásban a Gábor is beszélt erről, és ő valami western jelenethez hasonlította a mi megismerkedésünket, erre egyáltalán nem emlékszem. Az ő western jelenetében az szerepelt, hogy én egyszer csak beléptem a színészklubba, megálltam az ajtóba, és ő látta, hogy na itt vagy egy örök rivalizálás lesz, vagy egy nagy barátság. Majd ő úgy döntött, hogy engem meghív egy italra. Nem tudom, hogy ezért nem emlékszem el, mert meghívott. És valószínűleg nem egyre, mert akkoriban még nagyon fiatalok voltunk, de az biztos, hogy azonnal összebarátkoztunk. És ezt azért cipeltem most magammal, de Gabi biztos tudja, hogy mi ez, mert ugye az ő torkába gyémántot rakott a jóisten. És ezt szerettük volna kihasználni, és egy sanzonestet akartunk csinálni a Gabival ott Debrecenbe. Többen jelezték, hogy erre milyen jó kis igény volna. De hát ne legyen egy sima egyszerű sanzonest, én írok hozzá egy kis kerettörténetet. Majd a sanzonesthez, hogy valakihez tudjon beszélni, a Gabi csatlakozott Szűcs Nelli, aztán Mészáros Tibi. És egyszer csak az történt, hogy próbáról próbára mindig újabb és újabb jelenetet írtam, és ebből született egy színdarab, ez az abszint, ez a derűs zuhanás, sanzonokkal, tehát a sanzonesből egy előadás lett, ami most már, ami a Gabi és az én barátságom miatt jött létre annak idején Debrecenbe. És most már ott tart, hogy bemutatták Marosvásárhelyen a Nemzeti Színházba ezt pár éve, most november végén Szegeden a Pince Színházba, tehát hogy egy egyszerű barátság és egy egyszerű sanzonett ötletéből született egy olyan dolog, ami most már szájra kap és országhatárokon is túlível. De hát ez körülbelül olyan, mint a mi barátságunk, hogy egy icipici szikrából egy korszakos, hatalmas dolog lett. Mi még ilyen az életedben, hogy icipici szikrából valami nagyon nagy születik? Nehéz kérdés. A három gyermekem. De szép. Nem titok, hogy mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, pár szót váltottunk, és szóba kerültek a gyerekek, és kíváncsi vagyok most itt a műsor keretei között is, hogy mit változtatott rajtad az apaság, és mit változtatott a színház csinálás tekintetében rajtad az apaság. Mit változtatott rajtam? Jobban elkezdtem megismerni önmagamat. Tehát rajtuk keresztül viszont látom önmagam. Tehát amikor könnyen és jól érvelve sikerül meggyőzni őket, akkor jól működik, és ezt lehet vinni a továbbiakban. Amikor azt látom, hogy érzelmileg felfokozottabb állapotban nehezen találjuk a hangot, akkor valahol bennem van a hiba, hogy most nem sikerült ezt ügyesen vagy jól kisimíteni. Tükör számodra az apaság? Abszolút. És egy olyan tükör, ami folyamatosan felerősít engem, mármint az én jellememet, vagy az én habitusomat, vagy szokásaimat. És hogyan hat ez a kreativitásodra, vagy a színházbeli munkára? Nekem két dolog van, ami kreatív energiát termel az életemben. Az egyik a családom, és a velük eltöltött idő, a másik pedig az, amikor játszhatok színészként.
És egyébként egy családhoz is visszakötve, tehát tulajdonképpen a játék a családdal. Tehát a játéknak a kétfajta aspektusa. És ez a fajta kreatív energia segít engem nagyon sok helyzetben. Amikor bejönnek csip-csup dolgokkal, vagy nagy problémákkal hozzám, és akkor hirtelen döntést kell hozni, felelősséget kell vállalni, akkor ha ezek a jól feltöltött akkumulátorok ezekkel a kreatív energiákkal magasan vannak, akkor könnyen és jól tud az ember. Milyen érdekes, hogy a csip-csup kifejezést használtad, mert egy korábbi interjútban azt mondtad, hogy az olyan színházban hiszel, és most nem pontosan idézek, amik nem csip-csup dolgokról szólnak, és nem csip-csup ügyek befolyásolják annak a létezését, hanem egy igazi érvényes színházat akarsz csinálni Győrben. Mitől érvényes a színház? Az, hogy minden műfajban alkotva nem alkuszunk meg. És megpróbáljuk úgy megkeresni a nézők kegyét, hogy ez ne bármi áron történjék. Úgyhogy bármilyen műfajban egy olyan esztétika mellett rakunk fel előadásokat, hogy a legtehetségesebb emberekkel hozzuk ezt létre, és a nézőkkel pedig egy folyamatos párbeszédet vagy társalgást folytatunk, ahol őket ugyanúgy egy alkotó, kreatív tény, személynek tekintünk minden egyes előadásban. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lesz érvényes egy előadás, hogyha a néző hozzá tudja tenni a maga fantáziájából fakadó ötleteket és gondolatokat, amiket el tud önmagával vinni, haza tud vinni, és hogyha ezt mi szórakoztatva tesszük, vagy egy kicsit andalítva a zenén keresztül, vagy mondjuk elgondolkodtatva, és ezt minden műfajban meg tudjuk teremteni, akkor kezdhetjük azt mondani, hogy tulajdonképpen kimondva kimondatlanul, de érvényes színházat csinálunk. Érvényes színházat csinálni nehéz. Olyan szempontból is nehéz, hogy kell hozzá biztos néha kompromisszumokat is kötni, márpedig te híres vagy arról, hogy végtelenül maximalista vagy, nem csak színészként, hanem vezetőként is. Ez gátló tényező, vagy előrevívő tényező, vagy hol így, hol úgy? Gátol nagyon sok esetben. Tehát a maximalizmusomat, azt néha önmagamat rajta kapva látom, hogy inkább el kell engedni, inkább hagyni kell, mert nem lehet a világot minden nap megváltani, törekedni kell rá, és hogyha minden második nap sikerül, akkor az már egy óriási eredmény. A társulaton belül is folyamatosan arra ösztökélem és kérem a kollégáimat, hogy próbálják meg magukból a legtöbbet kihozni, hogy próbálják magukat odaadni minden egyes feladatnak. Hogy ne keressünk, megint egy kerényémre gondolat, hogy ne keressünk érveket a színház ellen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Maximalista vagyok, és igyekszek okos és hosszú távon jól tervezhető kompromisszumokat kötni. És milyen az, amikor igazgatóként te is játszol szerepet a színpadon, és ott vagy együtt a kollégákkal, mert azért talán az egy más felállás akkor abban a pillanatban. Más, valóban más. Nem segít az a dolog, hogy én a Győri Nemzeti Színházba kívülről érkeztem. Tehát ha én a társulatból lettem volna igazgató, akkor valószínűleg egyel könnyebb lenne. De talán ez segít ebben a helyzetben, hogy amikor én bemegyek a színpadra, akkor nem mint igazgató vagyok ott, hanem mint egy színész, egy mindannyiunk közül. De igazgatóként is egy vagyok mindannyiunk közül, csak nekem kell vállalni a felelősséget az előadásainkért, vagy a döntéseinkért. És akkor én ott bent a színpadon igyekszek visszaváltozni minél hamarabb gyermekké, és úgy játszani. Gyermekké? Én egy nagy bohóc vagyok. Tehát én nagyon szeretek bohóckodni, nagyon szeretek bolondozni. Ezt elmondhatják a kollégáim, hogy tényleg, tehát hogy én mindenféle huncutságban benne vagyok. Egy nagyon fontos, a szerzői és az alkotói szándékot nem megmásítva a lehető legnagyobb kedvel kell színházat csinálni. Akár huncut módon is. Mi tudja elvenni a kedved? Mi tudja elvenni? Az, amikor valaki nem tudja ügyként tekinteni mondjuk az adott előadást. Az nagyon el tudja menni a kedvem, az nagyon el tud kedvetleníteni. Amikor valaki egy társulat tagjaként nem akar felelősséget érezni a többiekért, amikor nem tud valaki közösségben gondolkodni, az nagyon el tud kedvetleníteni. Közben csak arra gondoltam, hogy gondolom arra vágysz, hogy a ti társulatotok olyan legyen,
amiben ez nem fordul elő, és nem megy el a kedved akkor sem, ha például a színpadon szerepelsz, és most egy olyan valaki következik, aki énekesként is a partnered volt. Mivel Bakos Kis Gábor zenés színészként diplomázott, így pályája kezdetén számos zenés előadásban játszott, majd a későbbiekben egyre több prózai szerepben is kipróbálhatta magát. 2019-ben azonban az operett irodalom egyik legfontosabb előadásában tűnt fel, a Vidnyánszky Attila által rendezett Csárdás királynőben, ahol újra komoly énekesi feladatok vártak rá. Az előadás női főszereplője, a Liszt Ferenc díjas Fischl Mónika következik. Táncolnék a boldogságtól, lelkem lángolnék. 2019-ig nem volt szerencsénk összefutni a pályám során Gáborral, de 19-ben, amikor Vidnyánszky Attila megrendezte a Csárdás királynőt a Budapesti Operett Színházban, ő volt az egyik nagy meglepetés vendég, illetve ő kapta meg Edwin szerepét, és onnantól ismerjük egymást kicsit közelebbről, és nagyon hatalmas nagy élmény volt vele dolgozni, mert azért más, amikor egy zenés színházba belép egy olyan ember, aki a próza vonalán ilyen sikereket és ilyen professzionizmussal éli az életét, és nagyon sokat tanul az ember ilyenkor, főleg én, amikor a prózával ugye mindig küszködök. Én sokat néztem a próba folyamatán keresztül, és imádtam vele dolgozni. És nagyon örültem annak, amikor a Győri Nemzeti Színházat ő megkapta, és ő lett az igazgatója, és volt szerencsém meghívásában is részt venni, a Bánk Bánt vittük oda. A Bánk Bánban én Melindát énekeltem akkor, és akkor is olyan fantasztikus professzionizmussal fordult az egész darab felé, és azt is nagy örömmel láttam mindig, hogy nagyon szeretik ott a Győri Nemzeti Színházban a színészek, egy nagyon-nagyon családias légkör tudott összehozni az ő személyiségével. Egy szerethető, nagyon profi ember, Gábor. A színház mindenek előtt az élet, ez a Peter Brook idézet olvasható a Győri Nemzeti Színháznak a homlokzatán. Miért volt számodra fontos, hogy ez az idézet kerüljön ki? Hát ne felejtsük el, hogy egy olyan periódusban kerültem a Győri Nemzeti Színház élére, amikor mindenki életében nagyon markánsan megváltoztak a dolgok. Hirtelen elkezdtük újra megérteni, hogy mennyire fontos az, hogy élünk és élhetünk. És a Peter Brooki gondolat, az pedig azt gondolom, hogy a mai napig ez az idézet díszíti a színház homlokzatát. Ez talán a legfontosabb. Az élet. Ezért élünk, hogy jól éljünk, hogy szépen éljünk, hogy boldogok legyünk és egészségesek. És ez abban a periódusban, amikor én oda kerültem, hihetetlenül aktuális volt ez a gondolat. Hogyan segíthet ebben a színház? Az, hogy a társasági lét, az együttlétezés, a közösségi élményt tudja a színház évezredek óta megteremteni. Az elmagányosodó világban, ahol szétszakadunk, ahol elszakadunk, a színház az egy olyan hely, ahol újra a közösségi élmény egységbe tud forrasztani bennünket. Az a helyzet, amikor egy poén valahol elkezd gurgulázni a nézőtéren, és az úgy végigterjed, a semmi mással nem pótolható. Digitalizálódik a világ, elidegenül a világ, de a színház az egy nagyon kellemes, meleg, szeretetteli hely. Vissza tudsz emlékezni olyan előadásra, akár színészként, akár rendezőként, akár igazgatóként, hiszen annyi minőségben vagy színházi ember, ami ilyen szempontból meghatározó pillanatokat tartogatott a számodra? Életem egyik legszebb és legkedvesebb színházi élménye volt, a Rimas Tuminas rendezte anyagin előadás, amit a Nemzeti Színházban, a Mitemen láthattam jó pár évvel ezelőtt. A mai napig viszem magammal ezt az előadást. Ott mi történt? Felnőtt férfi emberként azt éreztem, hogy kisfiú vagyok, és most kezdem el megérteni, mi az, hogy szerelem. És ez nekem egy akkora élmény volt, ilyen 30 pluszosan, hogy ezt a mai napig viszem magammal. És a legutóbbi rendezésemben is, a Buborékok című előadásban, ami a Győri Nemzeti Színház legutóbbi bemutatója volt, és óriási sikerrel játsszuk, ott van az a dal, ami azt az előadást meghatározta. Ez Csajkovszki régi francia dala, és ezt viszem magammal. És amikor úgy érzem, hogy a szerelemről akarok egy kicsit mesélni, akkor ez a zene nekem nagyon sokszor így beugrik, és ezt igyekszem becsempészni ezekbe az alkotói folyamatokba.
Ez most annyira hatott rám, hogy muszáj megkérdeznem, hogy mire jöttél rá ott a szerelemmel kapcsolatban? Mire jöttem rá, hogy a legjobb dolog szeretni a világon, és amikor az ember megtalálja élete párját, és akkor egy színházi előadás kapcsán az jut eszébe, hogy milyen volt az, amikor első látás a szerelembe esett a feleségével, akkor az egy jó dolog. És jó dolog újra felfedezni ezt a dolgot, és jó dolog ezt úgy megélni, hogy közben tudom, hogy rajtam kívül még ez több száz embernek valószínűleg hasonlót jelenthet. Akkor azt hiszem, hogy ezzel is értelmet nyert az a bizonyos mondat Peter Brooktól, hogy mindenek előtt a színház, mindenek előtt az élet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a kívást. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!